Üdvözlök mindenkit, ez a Léleksimító című rádióműsor. Bíró Rita vagyok, life coach, életekről, sorsokról, választásokról, önismereti utakról beszélgetek, és a mai vendégem Csúri Ferenc, Ferke, paralimpikon úszó, üdvözöllek. Jó reggelt mindenkinek. Örülök, hogy itt vagy, Ferke. Viszonylag frissen jöttél haza a montreali világbajnokságról. Mennyire tudtad kipihenni a sok egyéb dolgod mellett? Hát most már azért lassan kezdjük kipihenni a világbajnokságot. Igen, 2-3 hete jöttünk haza. Nagyon jól éreztük magunkat, szép eredményeket értünk el, jó Istennek. Úgyhogy eredményes volt. Nagyon megtisztálsz azzal, hogy eljöttél a műsorba, és megosztod a hallgatókkal a sorsodat. Mesélj a karod elvesztéséről, kérlek, és arról az időszakról, ami aztán így jött és körülvett téged. Hát én 7 évesen vesztettem el a karomat egy orvosi műhiba folyamán, aminek gyakorlatilag ez egy több éves procedúra vége volt. Volt egy ciszta a karomba, a jobb válcsontomba, amit az orvosok nem sikerült, tehát gyakorlatilag ugye nem tudták megmenteni, fogalmazzunk így, és akkor finom voltam. Hát itt nagyon sok pereskedés után és utána járás után gyakorlatilag nem tudtuk bizonyítani ezt a orvosi műhibát, de sikerült megegyezni a kórházzal peren kívül gyakorlatilag. Mai napig nincs az kimondva, hogy ez egy orvosi műhiba volt, de hát gyakorlatilag mindenki tudja ezt, csak ugye a régi rendszerben még ez nem volt divat. Tehát úgymond régi rendszerben, hogy egy 15 évvel ezelőtt ez még nem volt divat, ez a műhiba perek. Ezt 7 évesen gyakorlatilag még a gyerek... Én nem is nagyon emlékszek rá, mert gyakorlatilag annyira kicsi voltam, hogy csak részletekbe emlékszek a történésekre, de ennyit tudok végül is így most így elmondani, ami így érdekesebb lehet, és gyakorlatilag én mikor volt az amputáció? Augusztusban volt az amputáció, és szeptemberben már kezdtem a sulit, úgyhogy gyorsan beilleszkedtem. Új osztályt kezdtél akkor? Nem, hanem én akkor kezdtem az általános iskola első osztályát, és gyakorlatilag szeptember 1-től iskolába jártam. Milyen volt így iskolába menni? Nekem nem volt, akkor nem fogtam föl, annyit fogtam föl, most lehet, hogy így bután fog hangzani, hogy hú, de jó, mert hogy ugye nem kell kórházba lennem. Ugye sokat benn voltam a kórházba, ilyen hónapokat, 6-7 éves gyerek nem teszi ezeket a sztorikat így össze, hogy most mi történt, meg hogy mi lesz a jövőbe, hanem annak örül, hogy hú, de jó, otthon lehetek. És nem éltem meg akkor ezt egy akkora traumának, mint amekkorának mondjuk esetleg egy 20-25 éves ember, vagy egy akár egy 50 éves ember, akinek levágják kezét, lábát, nyilván az sokkal jobban megrázza, és sokkal nehezebb is beilleszkedni utána, meg sokkal nehezebb elfogadni azt, hogyha már van egy kialakult testképed, ahhoz hozzáigazítani az új életedet, mint egy 6-7 éves gyereknek, vagy akár aki így született. Ugye nekem nagyon sok olyan paralimpikon társam van, sőt gyakorlatilag az összes most a válogatottban olyan személy, aki így született, vagy születési rendellenességgel, vagy bármilyen egyéb okból, és ők például sokakkal beszélgettük ezt, hogy nem tudja, hogy milyen úgy élni, hogy mondjuk két karra, vagy nem tudja milyen úgy élni, hogy két lábbal, ezért neki az a természetes. Szóval igazából csak a családjának nehezebb ezt így megszokni, mert neki az a természetes. Tehát ő neki ez nem okoz akkora traumát, mint mondjuk kívülállóként úgy gondolná bárki is. Azt is mondtad, hogy alapból jobbkezes vagy, és hogy a jobb karodat vesztetted el, de miután akkor kezdtél megtanulni írni, Igen. Így akkor átlettél szoktatva a bal oldalra. Ez így van. Hát én jobbkezes voltam, tehát én 7 éves koromig jobbkézzel rajzoltam, meg bármit jobbkézzel csináltam. Utána meg kellett szokni, tehát át kellett szokni. Az iskolába úgy kezdtem, ugye, hogy erre odafigyeltek a tanárok, amennyire tudtak, hogy nyilván elnézték azt, hogy ügyetlenebb egy kicsit a kéz, vagy esetleg nem olyan szépen képzem a betűket, de utána megszoktam. Hát azt nem mondom, hogy olyan gyönyörű írással rendelkezek, de nyilván, hogyha két kezem lenne, akkor sem biztos, hogy olyan szépen írnék, tehát hogyha jobb kezzel írnék, akkor sem biztos, hogy szépen írnék. Hát régebben is én úgy hallottam, hogy volt olyan az iskolákban, hogy esetleg a gyerekeket átszoktatták, már aki balkezes volt, annak kötelezték, hogy jobbkezes, úgyhogy ezt meg lehet szokni. Uh-huh. Meg lehet szokni, nehézséget jelent, de meg lehet szokni. Szóval rugalmasnak érezted magad, meg hogy szerencsének érzed, hogy ennyire kisgyerekként történt? Hát szerencsének, persze. Hát szerencse a szerencsétlen, teljesen új életszituációt kell felépítened, mert nem tudod tovább élni azt az életedet, mint amit már megszoktál. Uh-huh. Úgyhogy sokkal nehezebb.
Milyen volt így kamaszodni? Kamaszkorban a test fontossága különösen intenzíven elő tud jönni. Hát igen, a kamaszkornak ugye hát minden, ez volt igen, ez egy nehéz korszak, ugyanis az ember akkor ugye ismerkedik, megpróbálja elfogadni magát, meg behelyezni magát a világba. Hát nyilván minden kamasznak még az is probléma, hogy hogy áll a haja, de mondom, nekem az a nagy szerencsém ennyiben, hogy tehát az úszás. Tehát, hogy engem elvittek nagyon korán már úszni, meg előtte is úsztam, már tudtam úszni a balesetem előtt is, és a műhiba előtt is, de utána elkezdtünk úszni orvosi javaslatra. Szerencsére egy nagyon jó ortopéd orvoshoz kerültünk, aki nagyon javasolt, hogy a gerincverdülés elkerülése véget mindenképpen kezdjek el úszni, fontos. És azért hoztam ezt fel, mert ugye most már nem él az edzőm, akivel nagyon sokáig együtt úsztam, meg dolgoztunk, meg táborozni vitt minket. Ő mondta egyszer nagyon jól egy riportban, hogy azért jó az úszás az ilyen sérült gyerekeknek, mert nem tudod takargatni. Tehát hozzászoksz ahhoz, hogy az úszodába le kell vetközni, be kell ugrani a vízbe, tehát mi táboroztunk ott heteket a strandon, és egyszerűen hozzá kell szokni. És hogyha hozzászoksz, akkor utána az úszás által hozzászok, sokkal könnyebb elfogadni az élet egyéb területein is ezt a dolgot. Tehát én azt tudom mondani, hogy például az úszás az ennek egy nagyon-nagyon jó eszköze tud lenni. Úgyhogy ez egy nagyon, hát ez a szerencsém, hogy oda keveredtem így az úszók köré, és így nem nagyon tudod takargatni ugye a vízbe, úszodába. És aki hozzászoksz. Hű, ez egy érdekes gondolat, és nagyon jó. Mesélj még aztán az úszásról. Tehát akkor 9 évesen kezdtél el intenzíven úszni. Igen. Hát 9 évesen kezdtem el, akkor ugye az ortopéd orvos Plesse István, aki már meghalt, szerencsétlen, nagyon sokat segített nekünk abba, hogy főleg anyukáméknak, hogy terelgetett minket, hogy menjünk le. Volt egy nagyon jó szakember, a Málnai István, és hozzá elmentünk, és hát neki egy olyan kisugárzása van, tehát ő több ezer gyereket megtanított úszni, több száz mozgássérült gyerek, több ezer mozgássérült gyerek volt a kezei között. Ő gyakorlatilag az egész életét erre tette föl, és hát gyakorlatilag egy olyan figurája ennek a parasportnak, meg a, mondhatom úgy, a rehabilitációnak is, és az egész ilyen fogyatékos körnek, hogy nem is nagyon tudok talán hozzá hasonlót sem mondani. És hát ő vele elkezdtünk úszni, ő megtanított. Tudtam én már akkor úszni, csak ugye, hát azért mégiscsak más, hogyha egy ilyen profi edző foglalkozik veled, és nagyon sokat, de nem csak az úszásra kell gondolni, hanem táborozni vitt minket, a világ összes, tehát amit csak lehetett, azt a gyerekekért, főleg a sérült gyerekekért megtett, és egy olyan ilyen, úgymond ilyen magánságot nevelt belénk, ami azért mondjuk tudjuk hasznosítani a mai világba is, tehát úgy mondom, hogy tehát mai napig is nagyon sok olyan, amit ő tanított, vagy esetleg mondott, vagy ellestünk tőle, az azért hasznunkra válik az élet egyéb területén, és nem csak az úszásnál. Hát Isten éltesse őt is. Igen, igen. Hát ő sajnos tavaly meghalt, 67 éves volt, de hát mai napig is, hát, tehát a gyerekei még mai napig is kijárnak abba az úszodába, és szerencsére van olyan, aki tud velük foglalkozni továbbiakba is, úgyhogy hála jó Istennek nem kallódnak el a mai gyerekek se, a mai kisgyerekek, mert ugye ő főleg a kicsikkel foglalkozott, tehát főleg az az időszak, amikor tehát mondjuk 4 éves kortól már lehet vinni egy gyereket úszni, de van, aki 1 évesen kezdett nála. Tehát ő mindenkit elvállalt, és nagyon-nagyon szép eredményeket is értek el. Hát én is ugye paralimpián voltam kint, 2 paralimpián is, és világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon érmeket szereztünk, meg egy jó barátom, a Tóth Tamás, ő is most a paralimpián ezüstérmes lett, úgyhogy még sikeresnek is mondható ebből a szempontból is az ő ténykedése. Hát, köszönöm mindazt, amit eddig megosztottál. Legyen zene, és aztán visszatérünk a sportra és az eredményekre. Jó. Kálói Molnár Pétertől a Mezőcsát című dalt választottuk. Ez a Léleksimító című rádióműsor, és mai vendégem Csuri Ferke paralimpikon. Elfelejtett keskeny utcák, a gyermekkorom
ők is unták. Beszéltünk minden nap, hogy milyen lesz a holnap. Felnőttként milyen másképp telik minden hónap. Házam lesz rajtatok, én sportautóval jövök. Mindenki felismer, és minden marad örök. Gyerünk, gyerünk a felnőtt korban, elérje minden álmom. Kinyújtom lassan két kezem, és nem is kell más, csak szállnom. Gyerünk, gyerünk a felnőtt korban, nem is kell más, csak várnom. Kinyújtom lassan két kezem, és nem is kell más, csak szállnom. Óriásnak tűnt az utca, üres parkoló lett mára, tudod. Beszéltünk minden nap, hogy milyen lesz a holnap. Felnőttként milyen másképp telik minden hónap. Házam van, sportkocsim, s a rég elmúltal jövök. Senkit sem ismerek, és nincs olyan, hogy örök. Gyerünk, gyerünk a gyermekkorba, elém jön minden álmom. Kinyújtom lassan két kezem, és nem is kell más, csak szállnom. Gyerünk, gyerünk a gyermekkorban, nem is kell más, csak várnom. Kinyújtom lassan két kezem, és nem is kell más, csak szállnom. Üdvözlök mindenkit, ez a Léleksimító című rádióműsor. Bíró Rita vagyok, és a mai vendégem Csúri Ferenc, Ferke Paralimpikon. Ferke, mesélj akkor arról, hogy hogyan kerültél a Paralimpia közelébe, és aztán majd így ennek az egész rendszernek a sajátosságairól. Hát igen, én ennek a rendszernek a közelébe úgy kerültem, hogy ugye ez egy folyamat, tehát annyiba ugyanolyannak tudom mondani, mint az épeknél a folyamatot, hogy itt is el kell kezdeni gyerekkorba. Tehát az úszás egy olyan sport, amit nem lehet, sajnos nem lehet elkezdeni 30 éves korba, hogyha eredményeket szeretnél elérni, mert a mai paraúszás már sokkal fejlettebb ennél. Tehát én gyerekkorba ugye oda keveredtem az úszoda közelébe, és Málna István által eljutottam külföldi versenyekre. Ilyen 12-13 éves koromban, hála jó Istennek, már mentünk nemzetközi versenyekre, ilyen paraúszó versenyekre, ahol mindenki kap egy kategóriát. Tehát ez úgy néz ki, hogy te, amikor elindulsz az első versenyeden, akkor előtte van egy orvosi bizottság, aki megállapítja, hogy te melyik kategóriába vagy rangsorolható, vagy besorolható. Én is kaptam egy kategóriát, és onnantól kezdve az a kategória az, akikkel én versenyzek. Tehát 10 kategória van, az 1-es a legsérültebb, a 10-es a legkevésbé sérültebb, én a 8-asba tartozok. Szerencsére utána foglalkozott velem annyit, ugye, meg annyit bele tudtam tenni az iskola mellett, annyi a tanulás mellett, úgymond annyi melót, hogy tudtam versenyekre járni. Az egy kicsit mondjuk elhanyagoltam a gimnázium évek alatt a érsportot, de akkor is jártam úszni, csak esetleg lehetett volna egy kicsit többet.
És akkor, ahogy eljutottunk ilyen gimnázium 3.-4. osztálya felé, akkor így eldöntöttem, hogy nekem akkor ez így milyen jó lenne, hogyha én kijutnék egy paralimpiára. És akkor tudtam, hogy ehhez mit kell megcsinálni, tudtam, hogy nem elég az az edzés, amit én akkor folytattam ehhez. Komolyabban vettük az edzőmmel, és átbeszéltük, és akkor egy komolyabb munka elkezdődött, és sikerült kijutnom 2006-os világbajnokságra, a Durbanba, a Dél-Afrikából már 5. helyezést értem el 50 méter gyorson. Akkor voltál 19 éves? Igen, 18-19 éves, és akkor onnantól így kaptam egy löketet, és gyakorlatilag elkezdtem foglalkozni ezzel még jobban. Majd 2008-as paralimpiát már nem a volt edzőmnél csináltam meg, hanem átkerültem a Ferencvárosba, a Népligethez, egy nagyon jó szakemberhez, Sós Csabához, ahol elkezdtek foglalkozni velem, mert azért volt szükség, mert ott, ahol, tehát ahol régen úsztam, ott főleg ugye az oktatás, és ott István Vácsi nem tudott már velünk annyit foglalkozni, amennyit, tehát az élsporthoz kellett volna, és azért így közös megegyezéssel átmentünk oda a Ferencvárosba. És akkor ott egy olyan munkát kezdtünk el, ahol, ami tehát napi 10 kilométer úszás, napi kétszer jártam úszni már, és sokkal-sokkal komolyabban edzettem, és kijutottam a paralimpiára, ott döntős lettem 100 méter pillangón, 7. lettem, és akkor utána jött az Európa-bajnokságok, ott érmeket szereztem, és most meg megint kint voltam a paralimpián. 2012-ben ott is sikerült döntőt úsznom, mondjuk az egyik versenyszámomat egy kicsit elrontottam, hogy be lehetett volna kerülni még a döntőbe, de összességében azt hoztam, amit elvártak tőlem, meg ami a realitás volt. Úgyhogy ennyit érdemes így a paralimpiáról elmondani. Esetleg még annyit, hogy ugye ez a paralimpia, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez ugyanabban az évben van, mint amikor az olimpia van, és ugyanazon a helyszínen, tehát csak úgy nyerhet meg most már ország olimpiai rendezési jogot, hogyha paralimpiát is vállalja, tehát ez össze van kötve, ez a kettő. Annyi a különbség, hogy másfél-két hét csúszással van. Tehát amikor lemegy az épeknek a versenyük, akkor utána 2 hét van, hogy átálljon a szervezőbizottság, meg átépítsék egy kicsit a falut, esetleg akadálymentesítsenek olyan helyeket, amik eddig nem voltak, és akkor utána jönnek a paralimpikonok. És hát most a 2012-es paralimpia volt az a paralimpia, ami úgy mondom, hogy tehát mindenkit lenyűgözött, mert az angolok annyira, én nem tudom, hogy tudják csinálni, vagy hogy mennyivel elfogadóbbak, mint a mondjuk esetleg a magyarok, vagy más európai országok, de tehát olyan mennyiségű ember volt kíváncsi például az úszásra, hogy az olimpiai úszóstadion, mert ugye ugyanott van, mondom, a helyszín, tehát reggel már 15-16 ezer ember volt az előfutamokon, és én úgy hallottam, hogy volt olyan verseny, hogy hónapokra előtte már elfogyott a jegy. Szóval tényleg azt láttuk, hogy nem... Tehát, hogy érdekelte az embereket. Sőt, a városba is odajöttek hozzánk, és kérdezték, hogy volt, mert látták ezt a versenyt, azt a versenyt, érdeklődtek. Ráadásul ugye ez azért van, szerintem, mert az angol, két angol csatorna élőbe adta azokat a versenyszámokat, amik mentek, tehát élőbe adták az úszásnak a versenyeit, élőbe adták az atlétikát, és erre felépítettek egy ugyanolyan műsort, mint nálunk például az olimpiára. Uh-huh. Úgyhogy ebben már komoly szponzorok vannak, komoly cégek érdekeltek ebbe, és ebből is egyrészt ugye egy nagyon jó, mert ugye elfogadás és integrációt erősítik, meg hát ugye a szponzoroknak is szerintem meglátták a lehetőséget ebbe is, tehát az anyagi lehetőségeket, meg a szponzorációs lehetőségeket, mert már vannak olyan kiemelkedő eredmények, amiket már is érdemes figyelembe venni sport szakmai szempontból is. Hiányolod, hogy ez nálunk nem ilyen? Most azért nálunk is nagyon fejlődött, tehát én ahhoz tudok csak viszonyítani, ami 2008-ban volt, még ami 2012-ben, az ugye 4 év, az nem sok idő, de én azt látom, hogyha onnan indulunk ki, hogy én ismerek ugye paralimpikonokat, régi paralimpikonokat, akik esetleg 88-ban nyertek paralimpiát, tehát hogyha abból indulunk ki, hogy volt olyan képviselő, aki felállt a parlamentben, és amikor azt tárgyalták, hogy a paralimpikonoknak a juttatását
tehát tárgyalták ezt a juttatásos témát a parlamentben, akkor felállt, és azt mondta, hogy hát ez nem igaz, ezt nem szabad engedni, mert lesz olyan paralimpikon, vagy lesz olyan népember, aki miatt majd levágja kezét, lábát, és akkor. Tehát innen eljutott a dolog oda azért, hogy most már háromszori bejelentkezés volt, és volt egy esti nagyon jó, tehát ez nagyon tényleg, ez jól össze volt állítva, egy ilyen beszélgetős műsor, ahol behívta két szakembert ilyen parasport körökből, és ott kibeszélték, hogy mondjuk XYZ mit úszott aznap, mi volt az érdekeltség, holnap mi lesz, és akkor ez este azért, és nem este, vagy éjjel kettő komment le, mint régebben, ahogy szokott, hanem hála jó Istennek, ugye ez is az elnök úr, a Paralimpiai Bizottság, tehát azért ebben nagyon nagy munka van, hogy ezeket elérjük, ezek nagyon nagy eredmények. Tehát ezeket sikerült elérnünk, hogy ugye normális műsorsába sikerült helyezni ezeket a műsorokat. Hál' Istennek. Igen, igen, úgyhogy fejlődik ez is, fejlődik. Én azt látom. Ferke, milyen volt 2008-ban az első olimpiádon ott fölállni a rajtkőre? Hát igen, az első olimpián, hát ez egy nagyon, hát nagyon más verseny. Tehát nem lehet összehasonlítani semmelyik versenye. Tehát nagyon sok versenyen voltunk, világbajnokságtól Európa-bajnokságig, bármilyen nemzetközi versenyt tudok mondani, de azért egy olimpia az azért ott külön falu, ott külön vannak a sportolók, ott sokkal nagyobb az egésznek a tehát sokkal nagyobb felépítésű létesítmények vannak. Hát nagyon izgultunk, de az az igazság, hogy azért így elég hamar belejöttünk, és megmondom őszintén, hogy én jól éreztem magamat, a többieken is ezt láttam, és egy ilyen tök jó hangulat van egy ilyen paralimpiai faluba, mindenki oda megy, ahova akar, van külön étkezde, játékterem, fodrász, bank, tehát egy rendes ilyen kis falucska, tényleg úgy kell elképzelni. Nagyon-nagyon jó volt, jó élmény volt, és azért teljesen örülök, hogy részt vettem ebbe, és kár lett volna kihagyni, hogyha nincs ez az úszás, akkor biztos nem jutottam volna el ennyi helyre. Tehát azt tuti. Hála jó Istennek, ugye, ha csak az úszást nézem, akkor gyakorlatilag a fél világot bejártuk, mert azért minden évben, hála jó Istennek, tudunk menni edzőtáborozni külföldre, ha tudunk menni nemzetközi versenyekre, és azért ez mégiscsak jó egy gyereknek, meg egy fiatalnak, hogy elutazik, mit tudom én, Kuwaitba, vagy elutazik. Hát de nagyon sok helyre, még Durbánban, egy világban, a Sera Kínában, és ezek jó dolgok. Számít neked egyébként, hogy milyen helyezést érsz el? Hát persze, igen, igen, számít, mert ez ugye ez egy eredménycentrikus dolog, főleg ez az úszás, és ugye nagyon mérhető is, és hogyha már beleteszünk ugye napi 10-12 kilométert, akkor azért érdeklődök, hogy akkor milyen lesz a verseny, de ugye tehát igen, manapság már ezért sport lett. Tehát azt tudom mondani, hogy manapság, aki paralimpiára kimegy, sportoló, az ugyanolyan sportoló, ugyanazzal kell és fekszik, mint egyéb sportoló. Ő ugyanúgy el akar érni ott is eredményeket, ugyanazt szeretné képviselni, és ott is komoly lobbik mennek, komoly sportdiplomácia megy, és persze, az eredmény nagyon fontos, de egy kicsit annyiban más, mint az épeknek, hogy egy sokkal emberbaráti, vagy sokkal, tehát van egy ilyen vonulata nyilván, tehát hogy azért ott vannak emberi sztorik, történetek, azért látunk olyan sérülteket is, akiket még én sem tudok elképzelni, hogy fogja leúszni a 50 métert, vagy a 100 métert, és teljesen jól leúszta, és tényleg le a kalapa, hogy ott milyen sérültségű emberek is tudnak úszni. És ezért jó, mert látják ugye például, akik közvetítik ezt a paralimpiát, most már hála jó Istennek Magyarország is közvetítette egy kicsit többet, hogy látja, hogy hát lehet, hogy mondjuk én nem is biztos, hogy meg tudnám előzni azt az úszót, aki ott úszik. És akkor ilyen kicsit átgondolja, hogy hoppá. Úgyhogy ez egy tök jó dolog, hogy ezért fontos ez a mozgalom. Jól van, köszönöm. Zenéljünk egyet, okay. Aztán majd kitalálod, hogy melyik témával jöjjünk még vissza. Köszönöm.
kicsit mindenem. Üdvözlök mindenkit, ez a Léleksimító című rádióműsor, Bíró Rita vagyok, és mai vendégem Csúri Ferenc paralimpikon úszó. Ferke, mesélj most arról, hogy hogyan sikerült az iskolás éveidet, a tanulmányaidat összeegyeztetni az úszással, meg egyáltalán mi a végzettséged, és hogy mi az, amivel ma sok egyéb mellett foglalkozol munkaszintjén. Én a testnevelési egyetemre végeztem, a sportszervező diplomát szereztem meg most gyakorlatilag februárban. Azért ennyire úgymond késő, mert ugye hát az úszás mellett, tehát a napi két edzés mellett levelező szakon tudtam csak elvégezni, és voltak fél évek, amiket csúsztam, meg nem sikerült ez a tantárgy, az a tantárgy, de gyakorlatilag sikerült megcsinálnom, és most hála jó Istennek kaptam munkát is, amit ennek nagyon örülök, és nagyon szerettem csinálni a Magyar Paralimpiai Bizottságon belül is, és segítem ott a mozgalmat, segítem a munkát, nagyon szeretek ott dolgozni. Hát az iskolára visszatérve, mi ne ugorjunk túl, hogy hogyan sikerült összeegyeztetni, csak elfelejtettem, hogy ezt kérdezted. Úgy sikerült összeegyeztetni ezt a dolgot, főleg az egyetemmel ugye, hogy hát levelező szakon kellett végezni. Tehát ez a mai úszás és parasport már annyira leköti az embert, hogy be lehet járni napi szinten vagyis hát ugye dolgozni és tanulni is, csak a tanulásban ugye van egy olyan része is a tanulásnak, hogy otthon is kell tanulni. Tehát ez azért nagyon teljes embert kíván. Levelező szakon teljesen jól lehet ezt kezelni. Ott ugye havonta egyszer kellett bejárnom, 4 vagy 5 napig, de akkor gyakorlatilag reggeltől estig, azt bele tudtuk illeszteni, mert ugye főleg hétvégéken volt ez, és ugye a testnevelési egyetem meg ugye pont a sportolóknak van, tehát ott azért figyelembe vették ezt, hogy mi azért sportolunk, amennyire ugye lehetett, de hát nehéz volt, főleg a vége fele, amikor készültünk a záróvizsga, meg a mi volt a diplomamunkámat készítettem, tehát ott azért az egy kicsit nehezebb időszak volt, de meg lehetett oldani. Most nekem ugye én a Ferencvárosba úszok, ott, tehát én az épekkel úszok együtt, tehát nem vagyunk különvéve, tehát most már
a legtöbb úszóegyesületnél az a bevált módszer, és nagyon jó, hogy ugye együtt úsznak a épek és a sérültek, mert így húzzák a sérültebb gyereket is, hogy az épekkel akar úszni, és akkor bizonyítanak el, és akkor ettől is jól úszik, meg miért is úsznak külön. Tehát értelmetlen lenne. Nyilván azoknál a sportolóknál, akik nagyon sérültek, azoknál külön kell úsztatni, de akik csak lehet, azokat be kell tenni ugyanabba a csoportba. És ott azért látom, hogy vannak olyan gyerekek, akik tehát gyakorlatilag 10 éves kora óta azt csinálja, vagy 10 éves korától az, 10-12 éves korától az a napi menetrendje, hogy reggel föl kell 5 órakor lemegy úszni, mert ugye 3-4-6-kor kezdődnek az edzéseink reggel, akkor leúszza, még jó olyan kiskorba esetleg nem úszik napi 5 kilométert minden reggel, de úszik mondjuk egy 3 kilométert, utána bemegy az iskolába, akkor ledolgozza az iskoláját, és akkor délután meg megy vissza az uszodába, hogy 4-6-ig megint tudjon úszni. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz, és azért a gyerekeknek, ugye ezt főleg a szülőknek összerendezni, az nagyon nehéz. Nálunk is nagyon nehéz volt kisebb koromban ezt összerendeztetni, csak én akkor még nem jártam. Tehát én nem jártam naponta kétszer úszni az általános iskolás éveim alatt, úgyhogy ebből a szempontból ez könnyebb volt. Manapság a mai parasportban, ha már valaki el akarja kezdeni, akkor sajnos már el kell kezdeni minél korábban úszni, és minél többet úszni, mert az úszás ez egy olyan sport, ami egy nehéz, olyan, mint az atlétika vagy a torna, hogy ott napi szinten edzeni kell, és nem lehet azt csinálni, hogy esetleg a futballban, hogy egy hétig nem játszunk, és akkor utána edzünk, és megint játszunk, és ugyanúgy megy, mert ez egy állóképességi sport. Uh-huh. Tehát az a 10 év, ami eltelt a te úszó kezdeteid óta, már ennyit szigorodott és keményedett az elvárás. A parasportban, igen. Amikor te kezdted, akkor már volt ilyen, hogy épekkel együtt úszni? Igen, hát ennek a... Hát amikor én kicsi voltam, akkor ez is fejlődött. Tehát ez is baromi sokat fejlődött, hogy sokkal-sokkal elfogadóbbak már az épek is. Tehát az ép sportegyesületek, szövetségekre gondolok. Tehát most már a Paralimpiai Bizottság el tudta érni azokat a nagyon jó eredményeket, hogy már gyakorlatilag ugye az úszó szakágnak is, a MUSZ-nak, a Magyar Úszó Szövetségnek is a tagja a paraúszó szakág. Tehát itt most már nagyon nagy fejlődéseket tudunk felmutatni ebben a térben, de valóban, tehát mondom, 90-es években még azért ez nem volt bevált, hogy egy fogyatékos vagy egy sérült gyermek csak úgy oda megy egy egyesülethez, és akkor ott tárt karokkal fogadják, mert nem tudták, hogy mi ez, mert nem tudták, hogy ez nekik miben jár, fogalmuk nem volt arról, hogy ez nekik most milyen plusz költségekkel jár, vagy plusz energiával jár. Szerencsére most így már én azt látom, hogy az úszásban nagyon sok edző foglalkozik, most már egyre több edző foglalkozik sérült gyerekkel is, és nem tesznek különbséget. Ahol nem muszáj, ott nem tesznek különbséget, és beintegrálják ugyanabba a csapatba. Tehát ez nagyon sokat fejlődött. És azt mondod, úgy érzed, hogy ez húzó erő? Tehát, hogy nem egy negatív összehasonlítás jön össze abból, de jó? Nem. Hát én magamról tudom, hogy amikor én átmentem a Ferencvárosba 2006-ba, akkor azért hát máshogy megyek leedzésre, mert akkor azért mégiscsak benne van az emberben, hogy fú, most akkor itt bizonyítani kell, fú, most akkor itt új gyerekek vannak, akkor most azoknak is akkor azért csak megmutatom, hogy azért tudok húzni, és akkor ez tök jó, mert ez meg azt éri, azért azt tudod elérni, hogy sokkal jobban fogsz utána úszni, és mégiscsak más egy csapatba úszni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ennek csak pozitív, tehát csak pozitív velejárója van egy ilyennek. Tehát az integrációnak én úgy gondolom, hogy most attól függetlenül, hogy olyan emberek mondják, hogy ez nem jó dolog, akik nem biztos, hogy értenek hozzá. Én azt gondolom, hogy én meg benne vagyok, és látom, hogy ennek pozitív üzenete van. Uh-huh. Hallgattam egyszer egy beszélgetést veled, amiben azt nyilatkoztad, hogy azért is tett neked jót az úszás, mert hogy az iskolában te rossz gyerek voltál, meg talán figyelemzavaros. Hát igen. Hát ez valóban így volt, szóval én nekem azért voltak problémáim az iskolában, viselkedésbeli problémáim. Eléggé nehezen kezeltek, főleg az általános iskola elején. Most ez lehet, hogy amúgy betudható annak is, hogy esetleg nem tudom, hogy mennyiben betudható az állapotomnak, vagy hogy ez történt a kezemben, de simán elképzelhető, hogy egyébként is ilyen lettem volna. Úgyhogy ott nekem azért voltak koncentrációs problémáim, és voltak velem gondok, de ahogy elkezdtem a sportot,
nagyon sokat fejlődött. Tehát ugye gyereknek, meg főleg olyan sportot érdemes elkezdeni figyelemzavaros gyerekeknek, akik, amelyik sport ilyen, tehát kicsit ilyen katonás, és az úszás, ez egy hasonlítanám egy kicsit a katonasághoz, mert ugye sípszóra kell egy kicsit, tehát oda kell állni, oda kell menni időre, meg kell csinálni a feladatot időre, sípszóra be kell ugrani a vízbe, és egy kicsit azoknak a gyerekeknek, akiknek van egy ilyen koncentrációs problémájuk, ez játékosan, vagy nem játékosan néha, de ráveszi őket, rákényszeríti, hogy ők megkomolyodjanak. Tehát lehet, hogy mondjuk én magamból tudom, hogy engem a tanárok soha nem tudtak rávenni semmifajta olyan pozitív változásra, amire ők szerettek volna. Tehát egyszerűen nem fogadtam el tőlük, nem érdekelt, amit mondott. Nem tudom miért, nem éreztem azt, hogy én nekem most itt meg kéne halnom a általános iskola első évfolyamába. De mondjuk, amikor az edzőm, akit mondjuk alapból bírtam, szerettem, és mondjuk a többi gyerek is megcsinálja ezt a feladatot, meg a többi gyerek is csömbben marad, meg a többi, akkor már úgy vagy vele, hogy most akkor én is megcsinálom. Úgyhogy sokkal könnyebb úgy nevelni, tehát az úszás által, vagy a sport által, most nem csak az úszásra gondolok, bármilyen sport lehet, hogy nem feltétlenül az iskolának a feladata minden esetben az, hogy a gyereket meg rendszerezze, mert nem biztos, hogy sikerülni fog neki. Szóval a sportolói lét, az azzal járó fegyelem, meg egy nagyon jó és hiteles edző, meg a társak, az viszont tud segíteni. Igen, hát az én esetemben segített. Aha. Szerintem nagyon sok gyereknél volt, tehát nagyon sok gyerek mondhatja el azt, hogy az a sport által kiemelkedett ebből az állapotból, vagy esetleg továbbiakban hasznosítani tudta. Tehát a sport az nem csak azért kell sportolni, hogy én olimpiai bajnok legyek, vagy a Gyurta Dani legyek, mert nem azért kell sportolni, hanem azért kell sportolni, mert ez a további életedet befolyásolja utána. Tehát ennek olyan pozitív dolga, hozzanata lesz, hogy ezt hasznosítani tudod utána. Bárhol legyél, tehát bárhol. Ha most a bankszektorban dolgozol, vagy aszfaltozol, akkor is ez nem lesz hátrány. Jó, jól van, köszönöm szépen. Legyen megint egy zene, Anna és a Barbies, és aztán folytatjuk akár az Egyesületről való elképzelése egy mesélésével, mert az egy nagyon izgalmas új dolog. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak. Mikor körbeállna, az ágyadon ugrálna, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mit nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam. Neked udvaroltam, az öletbe borult. Többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Neked udvaroltam, neked udvaroltam, az öletbe borultam. Többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diét. Minek őre menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni. Az utolsó órában
mikor már megbántam. Ezerszer megbántam, oly sokáig vártam, hogy elmúlt az élet. Kezdjetek el élni. Üdvözlök mindenkit, ez a Léleksimító című rádióműsor, Bíró Rita vagyok, mai vendégem pedig Csúri Ferke, paraúszó, aki eddig az olimpiáról, az iskoláiról, az életéről mesélt, így fordított sorrendben haladok a témáinkkal. Ferke, említetted, hogy egy volt paralimpikon úszó? Igen, társaddal. Ősúszó volt, igen. Létrehoztátok nem olyan régen az IRAM Integrált Sport Egyesületet. Mesélj arról, hogy mi ez és mik a céljaitok. Ez egy vadi új dolog, ez gyakorlatilag két éve, hát még talán nem is két éve, másfél éve fogalmazódott meg bennünk, hogy érdemes lenne csinálni egy olyan sportegyesületet, vagy nem tudtuk akkor még, hogy egyesület lesz, az alapítványra gondoltunk, de aztán sportegyesület lett belőle, ami azzal foglalkozik, hogy elsődlegesen a integrációra épül, ezért is az a neve, hogy IRAM Integrált Sportegyesület, és az a fő célkitűzés, hogy ne legyenek különbségek a sérült és nem sérült gyerekek között a sportvilágában, de úgy egyébként se. És ezzel kapcsolatban szeretnénk olyan programokat létrehozni, ahol iskolákban különböző bármilyen olyan közösségi helyekben, ahol minket szeretettel várnak, vagy meghívnak, oda elmegyünk, és bemutatót tartunk, hogy esetleg beszélgetéseket olyan paralimpikonokkal vagy sérült emberekkel, akik úgymond nem lehet, tehát nem vesztek el, és úgymond sikereket értek el, vagy talpra tudtak állni egy baleset után. És emellett szeretnénk még úszás lehetőséget biztosítani nekik, tehát a sérült gyerekeknek, de nem csak sérült gyerekeknek, és az a lényeg, hogy együtt sportoljanak. Tehát, hogy az egésznek az olyan üzenete van, hogy ugye nincsenek különbségek a fő dolgokban, csak esetleg a részletekben, de ugyanúgy tudnak együtt sportolni, biciklizni, futni, táborozni, úszni, bármit tudnak csinálni együtt. Nyilván ennek azért össze kell koordinálni, és nem azt mondom, hogy nagyon egyszerű dolog, de a nagy dolgokban ugyanúgy össze tudnak barátkozni esetleg, és tudják segíteni ezt a fajta integrációt, hisz a iskolának, vagy bármilyen, tehát a további életükben mondjuk egy sérült gyereknek az a célja, hogy utána kimenjen a világba, és ott éljen, mert nekünk nincs egy külön világ, hogy jó, itt élnek a mozgássérültek, és akkor ők csak itt élnek, hanem ugyanúgy kint élünk közöttük, az épek között, és úgyhogy jobb elkezdeni ezt minél korábban. És azért gondolom ezt, mert én is úgy nőttem fel, hogy ugye integráltan, tehát iskolába épek közé jártam, sportolni az első időkben ugyanúgy az épek közé jártam, és csak utána jött ez a paravona, de akkor is, tehát úgy most is az épek között úszok. Tehát ez a jövő, csak ezt ugye néha elfelejtik, hogy ez mennyire fontos, és erre szeretnénk fölhívni a figyelmet ezzel az egyesülettel, meg a programjaival, hogy ezt alakítjuk ki most. Tehát azt tervezed, amit tulajdonképpen már most is képviselsz, hogy te jársz, előadásokat tartasz, szerepelsz akár egy ilyen rádióban, akár a tévében. Igen. Milyen fogadtatásra, nem, bocsánat, tehát hogy reagálnak rád a gyerekek iskolába, illetve milyen korosztálynak mesélsz a magad útjáról? Igen, onnan is jött az ötlet, hogy engem megkerestek már a 2008-es paralimpia után is, de főleg most a 2012-es paralimpia után több iskolából is, hogy elmennék-e ilyen-olyan sportnapra, ahol meg vannak hívva olimpikonok, paralimpikonok, esetleg volt egy ilyen is, vagy volt olyan, hogy a volt általános iskolámban felhívtak, hogy nem mennék-e be egy előadást tartani, vagy beszélgetni a gyerekekkel, esetleg egy diavetítésre vinnék képeket, és akkor elmagyaráznám nekik, hogy mi ez a paralimpia, és akkor így azért tudatosult, hogy ez érdekli az embereket, meg nagyon sok embert érdekel, és ennek azért helye is lenne az iskolákba is, és bárhol. És én azt vettem észre, az első ilyenre azért úgy megy el az ember, hogy izgul, hogy most ez milyen lesz, hogy lesz. Az első alkalom is már gyakorlatilag nagyon jól sikerült, csak pozitív visszhangokat kaptunk. Soha nem volt olyan, hogy hát én nem hallottam negatív visszhangot, vagy sőt olyan volt, hogy az egyik iskolában még mondták, hogy bármikor, ha arra megyek, menjek be, csak néha csak beszélgetni, mert a gyerekeknek olyan jól esett.
én úgy veszem észre, hogy ennek azért, hogyha ezt tényleg így reméljük, hogy mi is ebben hozzá tudunk járulni az egyesületünk, hogyha ezt felkarolják, ezt a témát, és hogyha ezt a egyre többen csinálják, ezt az integrációt, és ezt egyre többet hallják az emberek mindenfelől, médiából, mindenhonnan, akkor ez azért fejlődni fog. Tehát ez kell. Miket szoktak a gyerekek, a kicsik kérdezni tőled? Hát volt mindenféle kérdésük van, tehát nyilván megkérdezik, hogy akkor hogy tudsz írni, hogy tudsz enni, hogy tudsz inni, de vannak olyan kérdések, akik megkérdezik, hogy milyen kutyád van, tehát mindenféle, tehát a gyerekeket minden érdekli, és ugye a gyerekekkel azért is, tehát a gyerekek azért nem buták, egyáltalán nem buták, és megértik, nem kell félteni, hogy nem érti meg, meg nem dolgozza föl, mert lehet, hogy jobban áll hozzá, mint egy felnőtt ez a témához. A másik szerintem, amit én észrevettem, hogy jobb elkezdeni minél korábban egy gyereknek az ilyen fajta oktatását, mert ha már így kezdi mondjuk az óvodát, iskolát, hogy mondjuk találkozik ilyennel, akkor nem 30 évesen fog leesni az állal, hogyha mit tudom én, találkozik egy dankorossal, vagy egy bármilyen másik emberrel. És ez nagyon fontos lenne. Most már kezdenek az iskolák is rájönni erre, de hát ugye még az is gyerekcipőben jár. Tervezitek egyébként, hogy szellemi fogyatékosokkal is foglalkoztok? Akik olyan állapotúak, hogy így bevonhatók? Vagy inkább a testi sérülteket? Nem, hát mi senkit nem rekesztünk ki, tehát arról szól a dolog, hogy most mi is keressük azt, hogy hol, milyen fórumokon tudunk megjelenni. Ugye most gyakorlatilag annyira az elején vagyunk ennek a történetnek, hogy most lett bejegyezve az egyesület, és most kezdjük el kidolgozni a saját programjainkat, amiket nyilván már terv alapján összeállítottunk, de hát ugye most kezdjük összerendezni, és most kezd kirajzolódni, hogy nekünk mi is lesz nem érdeklődésünk, de mi lesz az, amivel tudunk foglalkozni. De hogyne, persze, hát hogyha van olyan, hogy lesz olyan lehetőség, akkor persze természetesen a bármilyen sérültségről beszélhetünk. Itt most hallássérült, látássérült, mozgássérült, bármi. De tervezünk olyan programokat is, ahol esetleg csak a családtagokat is bevonjuk. Tehát nem arról van szó, hogy most csak a gyerekekről, hanem itt a családokat is be lehet vonni ebbe a sportolásba, sportnapokba. Ez ki fog alakulni, és még én sem tudom megmondani pontosan, hogy ebből mi lesz, de az a srác, akivel csináljuk, és egy másik paralimpikon, ő neki egy keze sincsen megszületésétől, tehát ő is egy olyan, hogy ő is szokott járni, őt is hívják nem bemutatókra, hanem ilyen beszélgetésekre, és szerencsére ő is egy olyan pozitív hozzáállása van az élethez, ami azért nagyon sok ember, aki beszél vele, az azért mindig azt mondja, hogy fú, öcsém, te nem vagy semmi. És azért is választottam én őt ki, így mond, vagyis hát nem az, hogy én választottam ki, hanem mert én nagyon régóta a barátom, tehát úgy mond, hogy mi együtt is úsztunk, úgyhogy nagyon régóta ismerjük egymást. De hála jó Istennek így szerencsés, mert ő is felvállalja ezeket a dolgokat, tudja jó, hogy oda kell menni, sőt, már van is benne rutinja, úgyhogy én nagyon remélem, hogy így azért mi eléggé hitelesek vagyunk ebbe a történetben, mert azért ő is és én is azért eltöltöttünk egy jó pár évet a parasportba, a plusz sérültség, ugye mind a kettőnknél fönnáll, és így azért hitelesen tudunk szerintem erről beszélni bárkinek. És erővé tudtátok kovácsolni azt, ami a ti sorsotok. Így van, igen, igen, igen. Hát lehet ezt is mondani, hogy megpróbálunk ebből előnykovácsolni, de itt nem is az előnykovácsolásról van szó, hanem itt arról van szó, hogy lehet, hogy mondjuk nekünk is egyszerűbb lett volna úgy felnőni, vagy úgy élni, hogyha már mi kapunk egy ilyet. Tehát, hogyha hozzánk mondjuk 7-8 évesen bejön egy, mit tudom én, egy ugyanilyen gyerek, mint én most, akkor lehet, hogy már mondjuk máshogy állok hozzá az élethez. És akkor ez a fontos, hogy minden ilyen társadalmi dologban ugye az a fontos, hogy valami felé tartson a dolog, és hogyha ez elindul erre felé, akkor az integráció irányába akár egy iskolai sportolási lehetőség. Tehát, hogyha rá tudjuk venni a testnevelő tanárokat már arra, hogy fú, gyere, nézd meg, ez a parasport. És akkor, hogyha jön hozzá egy para úszó, vagy egy para bármilyen szakköre egy gyerek, akkor nem biztos, hogy most már elutasító lesz vele, vagy kinézi. Most nem azt mondom, hogy nagyon sokszor van ilyen, de sajnos lehetett ilyet hallani a médiában, hogy volt olyan kisgyerek, akit kiküldtek egy fitness-terem játszóterméből. Tehát ezek előfordulnak,
ezek azért tehetik meg, meg azért nem is biztos, hogy az ember volt maga rossz, hanem egyszerűen tudatlanság. Uh-huh. Tehát nem tudja, hogy hogy kell, mit kell, hogy kell ezzel a gyerekkel. Csak azt látja, hogy probléma. De hogyha látja azt, hogy most ezzel nem csak probléma van, akkor már nem lesz ebből ilyen uh-huh. szinten konfrontáció. Tehát... Jó. Későbbiekben bármikor szeretettel várlak majd vissza a műsorba, amikor előrébb vagytok már az Egyesület munkájával, vagy bármilyen hírverésről, történésről itt mesélnél. Hát köszönöm. Jó. Egy picit kérdeznélek még, hogy a Paralimpiai Bizottságban mi a feladatod ott, mivel tudsz naponta dolgozni? A Paralimpiai Bizottságban a napi feladatom, én sportmunkatárs vagyok, gyakorlatilag mindenne. Tehát a Paralimpiai Bizottságban annyi munka van most jelenleg, hogy hát nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozunk itt, főleg a sportolóknak a napi szintű versenyeit intézzük, tehát a kiutásukat, a nevezéseket, az edzőtáborokra való egyéni problémáikat, akár legyen ez kiutás, utaztatás, bármilyen kapcsolatos, mellette programokat szervez a Magyar Paralimpiai Bizottság. Ezeknek a koordinálásába veszek részt. Tehát nagyon sok olyan feladata van a Paralimpiai Bizottságnak, amit egyszerűen más nem tud ellátni, csak a Paralimpiai Bizottság, és erre ebbe segítek. Ebbe ezért dolgozunk most ott, hogy ez is haladjon előre minél jobban. Mennyi idő jut magadra ezek mellett? Hát magamra nem sok idő most, mert ugye most három fronton is ugye van az úszás, van ez az egyesület, plusz a munka a Paralimpiai Bizottságban. Hát nagyon, én azért is örülök neki, hogy most úgymond igen, kevés idő jut magamra, de viszont mellette nagyon jó, mert most vagyok fiatal, és most kell ezeket a dolgokat elkezdeni, mert ezekben mind szeretnék eredményeket elérni, mind a három területen, és én ezt élvezem most ezzel, nekem nincsen ilyen problémám, hogy én most úgy érzem, hogy le vagyok terhelve, mert hogyha jól összekoordinálja az ember a dolgokat, akkor azért sok minden belefér, de az a nagyon nagy szerencsém van, hogy hála jó Istennek már csak egy OK-s, vagy az úszóedzői képzést is csinálom OK-sen, úgyhogy még azt nem is említettem, de azzal most már végzek, tehát jövő hónapban lesz a vizsgám, és akkor az iskolákat befejeztem. Tehát hála jó Istennek az iskolákkal már nem kell foglalkoznom, mert az úgy már lehet, hogy nem sok lenne. Úgyhogy és ennyi. Jó, ennyi fér bele. A legvégén kérdeznélek még olyanokról, hogy a versenyeid során találkoztál olyan sorsokkal, amelyek úgy különösen megrendítőek, vagy tanulságértőkiek, példaértékűek voltak a számodra? Hogyne. Főleg, hát én úgy gondolom, hogy példaértékű számomra például az a, ugye a Csabi, akiről beszéltem, uh-huh. a Simon Csaba társam, akivel csináljuk ezt az egyesületet, tehát ő azért az egész életét egyedül éli, tehát ő egyedül lakik, önnellátó egy lakásba karok nélkül, vagy nagyon sok olyan gyereket ismerek, sportolót is van köztük, akiket ugye ott hagytak a kórházba, mert mondjuk esetleg megszületett fejlődési rendellenességgel, és úgy érezte a család, hogy ő ezt nem tudja fölvállalni, és mai napon egy úgymond sikeres. Tehát egy sikeres embernek lehet mondani, hisz három paralimpiai aranyat nyert, például Vereckei Zsolt is, aki csodás életet él, lent Baján, és nekem nagyon jó barátom, és tényleg bármikor találkozok vele, egy pozitív ember képét mutatja, még úgy is, hogy ugye azért sérült. És ezek a történtek úgy, hogy én úgy látom, hogy azok mellett, a gyerekek mellett lehet így ilyet kijelenteni, hogy megrendítő, aki mellett nincs család, mert azért a család ez egy fontos dolog, és azért sok mindenen ugye tud segíteni, ha még bármi bajod van, azért tudsz fordulni a családod felé, de most azokat kell tisztelni szerintem, akik még így is, hogy így nőnek fel, még esetleg családjuk sincs, vagy esetleg nem akkora háttérszeret kapnak, mint amekkorát kéne kapniuk esetleg egy normál gyereknek. Ami megrendítő sors nincsen. Hát szerintem mindenkinek a sorsa az egy külön sztorit megér. Az összes ezer, nem tudom hány millió paralimpikonnak, vagy millió azért nincs, de több ezer paralimpikonnak. Hát én úgy vagyok, én megszoktam őket. Most nyilván az, aki életében mondjuk egyszer se látott sérültet, vagy egy ilyen paraverseny, az mondjuk elsőre, az első 20 percben, meg én azt is ismerem, hogy meghökkentő lehet ott egyes embereknek az állapota.
Tehát ott vannak olyan emberek, akik mondjuk tehát egy végtagjuk se tudják használni, de úszni mégis tudnak valamennyire, de hát azért az meghökkentő tud lenni. De mondom, én azt veszem észre saját körömből kiindulva, tehát a saját épp ismerőseim, vagy akár épp edzőim, akik soha az életükben nem voltak paraversenyen, és lejöttek velem paraúszóversenyre, hogy első fél óra után megszokják. És megszokják, és onnantól kezdve látják, hogy tehát nem tudom elmondani, hogy most ez, tehát nem tudom kifejezni magam, de egyszerűen elfogadják. És nem úgy tekintenek már rá, mint egy ilyen, tehát szerencsétlenre, hanem úgy tekintenek rá, mint mondjuk egy sportolóra. Nyilván látszik, hogy van gond, de nem azzal foglalkozik senki utána. Jó, van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. A végére még egy zene, Ruzsa Magdi, Révés Sándor és Ákostól a Vigyázz a Madárra, és akkor az Iram Sport Egyesület történéseivel bármikor szeretettel várlak, ha úgy érzed, hogy... Rendben, köszönöm úgy... szépen a lehetőséget. Én köszönöm, hogy itt voltál. Egyikkel a kerted ásod, másikkal a sír. A másik, tudod, bőven várod rá. Építsd a kerted át tovább, s közben a mindent jól vigyázz. Vigyázz a madárra, ha kertedbe repül, őrizd meg a csendet, el se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, amere az élet, arra menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Ember, világon csak a sajátod érdekel, szükség határa, ritkán hagytad el. Ha kertedbe repül, őrizd meg.